Élményszerzés a Balatonnál. Hagyomány, hogy a kispesti cigány nemzetiségi önkormányzat minden évben rászoruló kispesti gyerekeket táboroztat Káptalan-Füreden. Annyiból egy kicsit másabb az egész táborozás, mivel a baptista szeretetszolgálat is közösen velünk hozott családokat, és összességében most itt a táborban 40-en vagyunk. És hát a programok a Balatonon kívül, a strand kívül például menni fogunk a élményfürdőbe, ami Balatonfüreden van, és megyünk hajókirándulásra is természetesen, és csütörtökön az Etnorom együttes tagok lejönnek, és hoznak ide nekünk le a gyerekeknek egy színvonalas kis programot. A táborba látogatott Varga Attila és Vincek György a polgármester. Ott jártuk kora, 19. kerületi rendőrkapitányság munkatársai tartottak bűnmegelőzési, drogprevenciós előadást, foglalkozást a gyerekeknek. Nyilván kispesti gyermekekről van szó, és nem, ha végignézünk a gyermekeken, akkor nem kifejezetten csak cigány családok, hanem azok, akik egyébként segítséggel fordulnak akár az élelmiszer adományozásban, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat nagyon színvonalasan és folyamatosan folytat, nagyon jó kapcsolata van, amely nagyon sok kispesti családnak rendszeresen tudnak segíteni, és ott az ügyfelek között nem csak roma származásúak vannak, és azok a családok is bekapcsolódhatnak, úgyhogy most is vannak olyan új családok, akik korábban még itt a káptalan-füredi táborban nem voltak. Kispest önkormányzata lehetőségeihez mérten minden évben támogatja a cigány önkormányzat táborát.